Kedves nézőink, már is suhanunk tovább, új vendéggel, új témával. Gallai Dávidot köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát eredetileg úgy volt, hogy nem egyedül ül itt, hanem elkísérjönt az ISZOM, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom miniszterelnökéről, ugye Szanyi Tibor is, de valami közben jöhetett, úgyhogy egyedül fog itt helytállni. Ami nem is baj. Ön a pártnak a képviselő jelöltje a 15. kerületben. Igen, ez a Budapest 12-es választókerület, ami ugye magába foglalja az egész 15. kerületet, valamint Újpestből egy kisebb részt. Egy kisebb csücsköt. Jó. Azt tessék nekem megmondani, hogy ezek szerint ön egy merész ember? Bátornak bátor, az biztos. Mert ugye egy olyan körzetet kapott ki, vagy indul egy olyan körzetbe, ahol tulajdonképpen a 90 utáni történelemben egy rövid időszakot leszámítva az úgynevezett baloldal uralt le mindent. Legyen szó önkormányzatról, legyen szó országgyűlési képviselőről. Óriási szerencsém van, szoktam mondani. Két dolog miatt, az egyik pont azért, mert ez a kerület, ez a választókerület, ez köztudottan baloldali beállítottságú kerület, választókerület. A másik pedig az, hogy itt nagyon komoly lemaradások vannak fejlesztésben. Én úgy érzem, és azt látom, és azt tapasztalom, az emberekkel beszélgetve minden nap, hogy mintha megállt volna az élet. Megállt az élet, nincs fejlődés, úthálózatok azok finoman szólva is fejlesztésre szorulnak. Ugye eddig az volt, hogy fideszes főpolgármester, a közúthálózattal nem lehet mit kezdeni, mert nem tárgyal. Most már ez 19 óta nem fideszes önkormányzatról beszélünk, tehát neki lehetett volna már kezdeni ezeknek a terveknek a kidolgozására. Én nagyon sajnálom a kerületben élő embereket, mert ledolgozzák a napi 8-9-10 órájukat, és egy olyan úton zögykölnek haza a tömegközlekedésen, ahol szinte kirázzák belőlük még a maradék kis életet is. Ez szó szerint így van. Ebben van igazság, ugyanakkor azért ezt el kell mondanom, ezt ön nem tudja, mert honnan tudná, hogy én... Mindig tanulok valamit. 5 vagy 6 éven át laktam a kerületben. Tehát 15. kerületben. Hát azt kell mondanom, hogy kevés helyen éreztem olyan jól magam. Tehát olyan, hogy van annak egy olyan kis finom bája, a újpalotai csarnok mellett laktam, vagy vásárcsarnok mellett laktam nem sokkal. És valami egészen jó hangulata van. Ez mennyire látszik, ezt ön mennyire érzi, és hogy ez hogyan csapódik le mondjuk akár a politikai véleménynyilvánításban, a lakók politikai véleménynyilvánításában? Ha valamiért nagyon szeretem a 15. kerületet, az a lokálpatriotizmus. Tehát az az összetartó kohézió, ami az ott lévő emberekben, ez megtalálható, és ott van, és tapasztalható, nekem ez mindig plusz töltetet ad. Tehát szoktam mondani, hogy vannak civil szervezetek. Nagyon sok civil szervezet. Ezt akartam még külön kérdezni, civil szervezetekről egy kicsit most ugorjuk át, mert az lesz jó, a következő. Rendben. Vagy tudja mit? Nem ugorjuk át. Azt tudom, hogy önnek ez egyik, vannak ilyen, minden politikusnak vannak ilyen nyűnükéje, amire ez nagyon ragaszkodik. Ön a pont a civil szervezetek az egyik ilyen önnél. Több nyűnükén van a civil szervezet, a civil szervezeten belül pedig a sportszervezetek, de ez egy más tészta. Ajvő. Foci? Labdarúgás természetesen. Jó van, na. Ezt a poént, ezt muszáj volt elsütni, igen. De magát a sportot egészében, tehát nem csak a focit. Én nagyon szeretem a kézilabdát, a kosárlabdát. Nem mondanám, hogy űzném, de ettől függetlenül, meg nem, már nem is látszik, hogy valaha sportoltam volna. De én azt mondom, hogy a sportszervezetek azok nagyon, nagyon sok plusz tudnak adni a civil szervezetek mellett. Viszont visszatérve a civil szervezetekre, ami nem tömegsport, nem sport. Nagyon sok olyan szociális, segítő, civil szervezet működik a kerületben, ami, ha megfelelően kapná meg azokat a segítségeket, támogatásokat, akár önkormányzati, vagy akár országgyűlési képviselő szintjén. És most itt gondolok arra, hogy vannak külön kiemelt civil szervezetek,
ami igazából mondjuk ki szavazóbázist alkot. Hát tehát persze. Rendben, de azért valóban tegyünk az ott lévő emberekért. Ne csak azért támogassuk az adott civil szervezetet, mert éppen nekem most hoz nekem plusz szavazatot, hanem legyen segítő, akár családjogi, akár szociális, akár gyermekvédelmi, vagy akár oktatás szempontjából is. Jó. Azt tessék nekem megmondani, hogy tartott-e már ilyen kvázi kitelepülést a kerületben, és ha igen, akkor mit tapasztalt? Megkapták-e már, vagy ön megkapta-e már, hogy maguk a kormánypártok, maguk az ellenzék szekerét tolják, maguk, nem tudom, valakinek a szekerét biztosan tolják, és hogy ez a 250 ezer forintos minimálbéres program, ez egy nagy lufi. Ezek minden hangozottak, vagy valami azért nem hangozottak? Azért kérdezem ezt, bocsánatot kérek, mert én ezt hallom, visszahallom. Romantikus bája a politikusi létnek, vagy a politikának, hogy egy kitelepülés során mindenféle véleményt megkapunk. Akár pozitív negatív. Igen. De szerintem ez teljesen helyén való, és ez valami szerint normális. Hát nem kell velem mindenkinek egyetértenie, vagy nem kell a mi pártunkkal egyetértenie. Mi képviselünk egy szavazóbázist, egy társadalmi réteget. Ugye a baloldali, a szocializmust szeretnénk visszahozni. És pontosan múlt hét szombaton kezdődött a kitelepülési akciónk, ami aláírásgyűjtés, pont a 250 ezer forintos nettó minimálbérnek. És hol volt ez először? Úgy volt, hogy vásárcsarnok. A legjobb hely egyébként. Tehát, imádom egyébként ezt a vásárcsarnokot. Szombat ez egy külön társadalmi program ott a vásárcsarnok is környékén. Nekem gyermekkori emlékem a piacozás. Én nagyszüleimmel töltöttem a nyaram nagy részét. Tehát a piacozás az mindig is egy külön program volt. Ez ott van. Ez nagyon kell, el kell menni, meg kell venni, meg kell beszélni, és meg kell váltani a világot, ahogy ott szokták. És a 250 ezer forintos nettó minimálbér már csak azért sem tűnik olyan hihetetlenül nehéz feladatnak, ha belegondolunk, hogyha múlt héten már a miniszterelnök belengeti a nettó 200 ezer forintos minimálbér bevezetésének a lehetőségét. Hát a lehetőségét... Nála azért, hogy van, hogyha egyszer belenged valamit, akkor, és van rá plusz társadalmi támogatottság, akkor előbb-utóbb meg fogják csinálni. Tehát a mi pártunk ebből a szempontból már előrébb jár sokkal. Most, ha itt lenne Szanyi Tibor, megveregetni a vállamat, mert nagyon szereti, hogyha ez a 250 ezer forintról beszélünk. Én azt mondom, hogy ez szükséges, ez kell. Pontosan az Újpalota is környéke, de az egész Rákospalota, de az egész Magyarország társadalmának szüksége van arra, hogy ne csak az infláció mentén az árak emelkedjenek, hanem maguk a keresetük is. A munkának a megbecsülése, a kifizetése. Tehát azért az ember ne azért dolgozzon, hogy pont ki tudjon jönni 20-áig. Ez a 250 ezer forint, ez teljesen minimálbér, ez egy olyan elfogadható javaslat a pártunk részéről, amit mindenféleképpen be fogunk vezetni a választások után. Mi volt az a vélemény, amitől a legjobban meglepődött ezen a kitelepülésen? Lehet pozitív, lehet negatív egyaránt. Kezdjük a negatívval. Hogy mi szembe megyünk az esetleges Orbán leváltásával. Na ez a... Jó, látja, azért szépen bevittem az erdőbe. Besétálok. Ezt én elfogadom. Mert ezt szerettem volna hallgatni, illetve erre volnék kíváncsi, hogy erről mit gondol. Azt mondjuk, hogy a hatos fogat, azt mondja, hogy ő demokraták, ők demokráciát szeretnének. Most az én olvasatomban a demokráciának egy büszke bája, hogy elindulhatok a választásokon. Abban a pártban, abban a pártcímben, ami ideológiailag közelebb áll hozzám. Lehetnék én, mehetnék én a Jobbik Magyarország mozgalomba, de miért mennék, mikor az ő ideológiáik nem áll hozzám közel. És ne felejtsük el, hogy 4 évente ez egy verseny. Ez egy demokratikus verseny. Mi el szeretnénk indulni, nekünk van egy kész programunk, van egy elképzelésünk, van egy jövőépítő miniszterelnök jelöltünk, most éppen nincs itt, de mi ezt piacképesek vagyunk ebből a szempontból. És igenis, el akarunk indulni, nyerni szeretnénk, szavazatokat szeretnénk. Kinevettek, mikor megkérdezték, hogy én mégis milyen céllal indulok el.
Azért indulok el, mert nyerni szeretnék. Mert azokat az embereket, akik engem támogatnak, a programunkat, a pártunkat, a politikánkat támogatják, azokat képviselni szeretném. Ez teljesen világos. Jó, és akkor mi volt a pozitív meglepetés a kitelepülésre? Nagyon-nagyon-nagyon nagy hiánycikk egy jó ideje a baloldali politika, a szocializmusnak az állam. Igen. Ezt vitatkozhatunk, ez egy nagyon hosszú. Nem, félreérti, nem, csak ezt gondoltam, hogy ezt is gondolom, hogy el fogja mondani. Ugyanakkor azt szeretném öntől is megkérdezni, Tibor, mikor itt van, többször is kérdeztem tőle, hogy mennyire nem tartanak-e attól, vagy ön nem tart attól, hogy visszasírnak az emberek olyan időszakot, amit már a történelem túlhaladt. Modern szocializmus. Ma, jó, tehát ennyit tudok mondani, ennyit tudok erre mondani, hogy modern szocializmus. Itt van egy fiatal ember, kedves nézőink, országgyűlési képviselő akar lenni, politikus, politizáló fiatalember, és azt kell mondanom, ügyes. Tehát, azonnal válaszol, nem lehet zavarba hozni, pedig nagyon szerettem volna, ezt meg kell. Ezt érzem végig. De fontos, amiket elmondott, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy azt mondjam, hogy sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. És remélem, rövidesen találkozunk újra. Én is nagyon remélem. Köszönöm szépen. Hogy itt volt.